Na, sziasztok! Köszöntök mindenkit! Egy gyors hangpróba. Elvileg működik, de ha esetleg nem hallanátok, akkor írjátok meg itt Twitch-eten. Szóval, köszöntök mindenkit! Óriási nagy szeretettel a belgiumi futam következik a Hard Lobbynak először, majd utána nem sokkal kezdődik a soft futam, itt a pénteki napon, majd vasárnap következik a záró akkord, azaz a médium futam, a soft médium grupban. Ez a harmadik futam ebben a szezonban, és még egyelőre nem telt ház, 16-an vagyunk, de ez szerintem tökéletes minden szempontból. Gyors, amíg nincsenek itt a csapatok, addig felsorolom a pontokat, ugye, ami Kína után következett. A Hard csoportot eddig tökéletes magabiztossággal két versenyző vezeti, hisz Holt verseny van a pontok tekintetében, a Red Eye az egyik, és Porcsalmi Zsolt a másik versenyzőnk. Amúgy jelentem, mind a ketten itt vannak, mind a ketten 52 ponttal rendelkeznek, és ők egyelőre nagyon jól kezdik a szezont. Aztán követi őket a harmadik helyen Máté a Ferrarival, aki szintúgy itt van, 44 ponttal a harmadik, majd érkezik Redei. Negyedik helyen az Alfa Romeo-val, szintúgy ő is itt van. És neki 42 pontja van. Majd érkezik Peti az ötödik helyen a Red Bull-lal. Neki 34 pontja van, majd 30 ponttal követi őt Principo 11 a Haas-szal a hatodik helyen, a másik Haas pedig a hetedik Light Pants 25 ponttal. Majd érkezik a nyolcadik helyen Taki. Ha jól tudom, akkor 20 ponttal. Igen. Nem is. 23 ponttal, bocsánat. Majd érkezik Turbo Diesel a Ferrarival, ő neki van 20 pontja így, a 10. helyen pedig Gamer Dead 18 ponttal. Közben kisütött a nap, amit nem nagyon vártam, mert nagyon felhős időnek indult ez a nagy díj. Szóval kisütött a nap, nem nagyon fog esni az eső, hála Istennek. A konstruktőriben pedig az első 10 jelenleg úgy áll, hogy a McLaren vezet ők az élen. 75 ponttal, 70 ponttal, 5 pont lemaradásba követi őket a Mercedes, majd harmadik helyen a Ferrari 64 ponttal, 58 pontja van az Alfa Romeo-nak, Haas az ötödik helyen 55 pont, majd érkezik a Red Bull 38 ponttal, itt egy kicsi szakadék van az ötödik és a hatodik hely között, a Williams a hetedik 22 pont, 11 pont az Alfa Taurinak, 7 pont az Alpinnak és 5 pont az Aston Martinnak. Így állunk jelenleg kettő futam elteltével. Én közben megkeresem, hogy ki az első, az aki körön van. Redei nagyon úgy tűnik, hogy ő vezeti ezt a bolyt, aki kört kezdett. Vagy akik kört kezdtek. Most tart a Fanyeszt, vagy nem tudom, hogy hogy hívják, kanyarnál. Majd érkezik a Campus, amiben most van. De el is vette a játék a körét, szóval nem tudja folytatni. Következő talán Need van. Sőt, nem is Gid... nem Gid van. Pabbali, de akkor tudnék, hogy Need van, így van. Ő a második emberünk, aki kört kezd, egy picikét szélesebbre húzta, majdnem fal lett belőle, de el tudott jönni a Paul Frère kanyarnál.
majd érkezik a Blanchimothoz, és utána jön a busz megálló sikán, a jól ismert busz megálló sikán. És Taki, nem is, Taki volt az első, aki kört ment, egy 45-1-jel, majd érkezik Needvan 46-5, szerző már átveszi a vezetést, nem is kiskörrel, 43-9, 2000-en belül, közben Zsolt veszi át a vezetést, 43-6-tal, kezdenek itt a srácok eléggé gyorsan köröket menni, Peti a negyedik helyre jön be 45-4-jel, majd érkezik egy Williams, ha jól tudom. De ő nem fejezte be, vagy csak most kezdte a kört. Viszont itt érkezik Koinokhun, aki be is jön a hatodik helyre 45-9-el. Majd a másik McLaren, nem másik, Ray Lemming az, nem is a McLaren volt. Aki bejött a harmadik helyre 44-3-mal. Red Eye volt az, aki bejött közben a negyedik helyre, megelőzve csapattársát 44-6-tal. Tehát így ő a negyedik. Majd érkeznek itt a srácok bőven. Williams-el Fiki. A Brüsszel kanyarba volt, itt most jön a névtelen kanyar. Érkezik. Valakik számára padlógázas puhon, bár ebben a játékban nem tudom, hogy ki tudja bevenni padlógázat, szerintem senki. Majd akkor érkezik az a Fagnes vagy Fagnes kanyar, nem tudom, hogy hívják. Ami már át is mentünk, majd a Campus. És innentől kigyorsítás. És hát most a Stavelo, utána majd a Paul Frère kanyar. Vagyis hát törés inkább, majd a Blanchimot, amiben most van. Érkezik már a busz megálló sikánhoz, az utolsó kanyarhoz a pályán. Amit jól meg is csinál, kigyorsítás is tökéletesnek látszik, ami egy 11. helyre érő idő, 46-7. Már most kezdte meg Principó, viszont már körön, második szektorban, Stavelót hagyja el. 16-os második szektor, ami hát igen, jó, gyenge egy picit, de szerintem ez simán egy gumimelegítős körnek elmegy, vagy lehet, hogy be is jön a boxba, ki tudja. Nem, végigviszi a kört. Ebből egy 45-2-es kör lett a 8. helyre, ez elég. Érkezik Turbo Diesel, már elhagyta a Paul Frère kanyart, érkezik a Blanchimothoz. Nagyon szépen megcsinálja. Igen, a sikrán az utolsó kanyar. Befejezi a kört, nem megy boxba. Nézzük, hogy milyen kör lesz nála. Egy 44-4. Fölugrik a negyedik helyre. Jó, első kör volt. Érkezik Pabbali. Nagyon kevés RS-sel, lehet, hogy boxba is hajt, így is van. Principó viszont levezetőn. Peti érkezik, és talán javításra menne ez az idő, bár láttam közel, vagy 2 vagy 4 tizedet láttam a második szektorban. Rontást. 313 volt a Blanchimot végén. Érkezik Fiki, egy picit szélesre húzódik, és el is vette a játék egyből. Érkezik Rede, innen nézzük akkor az ő körét. A Fagnes kanyart hagyta el. Majd érkezik a Campus. Megvan neki majd Stavelo, egy 16-1-es második szektor a Stavelónál. Paul Frère is megvan, érkezik a még könnyebb Blanchimot. Ez is úgy tűnik, hogy nagyon szépen megvan, és az utolsó legnehezebb kigyorsítás a célegyenes előtt, ami a busz megálló sikán, nézzük.
Ez egyelőre egy nagyon szép körnek látszódott, és fel is ugrik az ötödik helyre. Turbo Dieselt nem tudta megelőzni egy 44-5-43-bal. Így tehát az ötödik. Egy érkezik Gidgad. Gidgad szerintem kivezető van, bár nyomja neki, szóval nem biztos. De a Kemmel egyenes végén a Lecombe kanyarban volt 341 km per óra talán, ha jól láttam. Majd Melmedi is megvolt, most a Brüsszel. Ez is jól megvan neki, majd a névtelen kanyar, ezt nagyon nehéz eltalálni jól. Mert itt ugye pont ahogy Gidgad nagyon ki lehet csúszni, közben nekem nagyon le fog merülni a kontrollerem, ami nem nagyon jó. Remélem, hogy még ezt a 8 percet még gyors kibírja, vagy egy verseny előtt megpróbálok egy jobb eleme csomagot betenni. Érkezik Zsolt az Orrusban. Megvolt neki a Radeon is. Kemmel egyenes. Nem hátra akarunk nézni, hanem előre. Érkezik a Lecombhoz. 46 ezre gyors és hát javítás, Lecombe megvolt, Melmedi picikét lassabban, de megvolt neki, majd Brüsszel kanyar, ugye a pálya 7004 km hosszú, ugye alapjáraton 44 kör az átlagos versenytáv, de mivel hogy az átlagos versenytávnál nem átlagosat megyünk, hanem az átlagon alul, itt így az 50% csak 22 kör, de hát az így is 46 perc körül esik. Sok safety car szokott lenni ezen a pályán amúgy. Akárhol megfordultam, akár versenyezni, kommentálni, ott mindig szokott lenni safety car, de bár magamat ismerve én elő szoktam idézni az esőt is, és a safety car-t akár egy időben is. Szóval rettegjetek, hárdosok, ki tudja, hogy esni fog az eső a versenyen, vagy akár lesz safety car. Nézzük, érkezik Zsolt az utolsó kanyarba, az utolsó kigyorsítás is megvan neki. És nézzük, tud-e javítani, 2000-et hiány nem tud javítani, marad itt tehát a 43-654-es köre. Máté is érkezik, fél másodperc javításban, ez bőven jobb lesz Zsolt körénél, nézzük. 43-4, több, majdnem 6 tizedes javítás, 2 tizeddel előzi Zsoltot, és Eri Lemming is javított, harmadik helyen maradt, Red Eye negyedikre ugrott föl, egy Red Bull, Peti, ő viszont nem javított, vagy most kezdte el a kört, mindegy, Eri Lemming egy tizedre van körülbelül, kevesebb mint egy tizedre van Zsolt, de ezt meg is tudjuk nézni. Hát nem nagyon. De hát itt vannak a különbségek, hát kevesebb mint egy tized. Közben Eri Lemming látogatja meg az új, a régi volt kanyarját a pályának. Ja, az vezetett rá a hosszú kanyargós részekre, még bőven az 1900-as évek elején, és hát az 50, amikor még elkezdődött a GP versenyzés, vagy éppen a belgiumi nagydíj története, még nem nagyon így nézett ki a pálya. Akkor is hosszú volt, sőt akkor ennél még hosszabb is volt a pálya, de utána csökkentették le, idézőjelbe csökkentették le 7000 méterre, ugye 7 kilométer. Körön, Cigi, nézzük, Kemmel egyenes végén, 63 ezred javítás a Lecombe kanyarban, ugye ahol van az első szektor vége, majd megvan neki a Melmedi is, érkezik a Brüsszel kanyarhoz. Nem csúszik szélesre, de névtelen kanyar. Ha valaki csinál itt egy emlékezetes dolgot, róla elnevezzük a kanyart. Egy szoftvédiumon belül. Nézzük.
Jól megy át a Fanyes kanyarón. Vagy Fanny kanyarón, nem tudom, hogy becézik rendesen Campus. Majd a Stavelo is 4-10 javítás Ciginél. Ezzel bőven bemenne 1.44 alá. Vagy 1.45 alá, bocsánat, miközben Gidgad töri össze az orrusban. Először azt hittem, hogy nyomott egy sima retire-t a boxba, de nem, összetörte az orrusban. Ahol az első körökbe kell nagyon figyelni, itt közben szélese ment, mélyebben bement abba a kanyarba. Nézzük Cigi körét, 1.44.9, abból a 4 tizedből lett 2 tized, 44.9.82, 11. helyre ugrik. Pikinek viszont elvették a körét, ez egy pabali körön van-e? Körön, és volt, amíg nem törgött meg. Nézzük akkor tovább, Principó. Kivezetőn? Vagy levezetőn? Nem tudni. Mert csak gurítja az autót. Szigi viszont fix levezetőn. Márk viszont kivezetőn van, és mivel hogy nagyon jó körön nincsen senki, így elkezdhetjük vele ezt a kört. Mögötte érkezik egy Alpin, aki kizárásos alapon Pabbali lehet, mert Gidgad kiesett, de Pabbali a boxba is landol. Na nézzük akkor Marknak a körét. Jól megcsinálja a Lassors kanyart, ugye az első kanyar. Majd szágúd, nyomja, hogy tudja a padlógázas orúzsra. De nem minden esetben padlógázas éppen, hogyha valaki kicsúszik, akkor nem nagyon padlógázas. A Radeon kanyar is megvolt. Kemmel egyenes. 15 ezeret hátrány, lökom. Majd a Melmedi. Ugye rákaptam erre a kanyar nevekre amúgy, de amúgy tetszik. Brüsszel. Majd a még névtelen kanyar. Ott egy picikét szélesebben ment. Nem vette el a játék, jön a puhon. Ez is jól megvan neki, mondhatni gyorsan is. Ezt az előző játékokban akár padlógázzal is lehet venni, ebbe a játékba viszont nem tudom, én még nem próbáltam. Egy kis gázelvétel visszaváltani egyet, és akkor talán. Közel 4 tized javítás közben Marknál, amivel neki is meg lenne a 45 alatti kör. Principó is összetöri, ő viszont a Melmedi kanyarban vágja oda. Az első szektor végén, a második szektor elején még. Viszont már érkezik az utolsó kanyarhoz. Jól megvan ez is, az is. Kigyorsítás is megfelelő. És ez egy 44-6-os kör. 5,5 tizedet javulva a 9. helyre ugrik föl. Majd érkezik Taki, ő is javításban. És aki javít is a 6. helyre, 44-3, a csapattársa mögé ugrik. Nézzük Redeinek a puhon kanyart, ő is egy kis gázelvétel és visszaváltás egyszer, ha jól láttam. Meg szépen kihasználja a pányi kanyar előnyeit. Nézzük a második szektort, és ez a vége az időmérőedzésnek. Közel 6,5 tized az a javítás, ez nagyon sok. Ezzel be tudna menni egy 44 alá is, amivel az 5. helynél rosszabb nem lehet. Meg volt a Blanchimo, és jön a sikán. Egy picikét előbb akart fordulni, ezzel lehet, hogy bukott egy fél tizedet, de 43-9-el több mint 5,5 tizedet javítva ott van az 5. helyen. Turbo Dieselnek a köre ugrott. Máténak is, Rélemingnek is elvették, Redájnak is elvették. Aki viszont nem biztos, hogy a legjobb körön van, sőt biztos. Bojnok Hún, ő viszont kiszélesíti, de így is 2,5 tized hátrányban, ez nem lesz egy jó kör. Nézzük Petit, és Petinek se lesz egy jó kör. Hát akkor fejezzük be Koinokunnal.
ezt a körözgetést. De ő is már elvette. Kinyomja 100%-kal, inkább azt mondjuk. Tehát kinyomja 100%-kal, szóval ővel fejezzük be ezt a kört. Tehát akkor véget ér az időmérő edzés. Zsolté lett a pole pozíció 43-4-jel, majd nem sokkal, és tényleg nem sokkal, 13 ezreddel van csak elmaradva a szerző Máté Zsoltól. Ez egy elképesztően szoros első kettő helyezett, a Mercedes és a Ferrari között, majd érkezik Eddie Lemming a harmadik helyen, Turbo Diesel a második, Ferrarival a negyedik, Redei az ötödik, Redai, Taki a két McLaren 6. és a 7. helyen, majd Pabbali a 8, Koinokun 9, Mark 10, Principo 11, Cigi 12, Peti 13, Need van az Astonnal 14, Fiki 15, és végül, aki nem tudott kört menni baleset miatt, Gidgad az utolsó 16. helyről várhatja majd a versenyt, amit még mindig nem fogunk tudni, hogy esni fog-e vagy nem. Ez egy érdekes kérdés lehet majd a versenyig. És hát akkor itt a végeredmény még egyszer, és ott az a 13 ezred Máté és Zsolt között. Az első kettő helyen, majd egy ezreddel 3 tizeden belül Eddie Lemming, majd érkezik Turbo Diesel, Redei, Redai, Taki, Pabbali, Koinokun, Mark a top 10-ben, majd Principo, Cigi, Peti, Need van, Fiki és végül Gidgad a top 16, és végül Gidgad nem is tudott kört menni. Lejárt a számláló, és meg is kaptuk a hírt apastól, hogy egy körülbelül 6-5 perc múlva fog majd a lobby elindulni. Na, bevonzottam az esőt. Kíváncsi leszek, nekem még loading van, nem, de felhős az idő, akármikor lehet eső, miközben látjuk a boxot, ahol sok típóz a boxban, a Mercedes boxban is mennyi? 1-2-3 darab? Azt hiszem 3 darab Mercedes-es típóz ember van a boxok előtt, ahogy a Red Bullnál, Ferrari, és ahogy mindenkinél szinte 3 darab szerelő van, aki bevágta a típózt. Ez egy elképesztő újítása az EA és a Codemasters-től egyaránt. Ilyet egyik játékban sem láttam, szóval ez egy világra törő újítás ebben a játékban, mert hogy ilyen semmelyik játékban se lesz, mert sose tudják ezt leutánozni, az is biztos. De hát ezért szeretjük ezt a játékot, ezért vesszük meg évente. Szóval. Ez van. Még van 5 perc, miközben, ha valaki hallgat és nem nézi a Messengert, Apache hatalmas nagy betűkkel kiírta, hogy nem lesz felvezetőkör, nekünk se. Meg ahogy szerintem mindenkinek. Ugye a hardban, softban és a mediumban sem. Viszont ahogy látom, még egy újítást hozott az EA és a Codemasters. A tavalyi évnek ugye hatalmas mémje volt ez a pattogás. Na hát ez a rajtnál is látszódik, ott felálltak a versenyzők és ott nyomják a bugit a rajtrácson. És még a verseny se kezdődött el, ez elképesztő.
micsoda játékelemeket látunk, kérem szépen. Én viszont megnézem, hogy... Hát nem tudom, én viszont kihasználom ezt a szünetet, én gyors cserélek egy elemet, mert szerintem nem fogom kibírni a végéig, egy perc is vagyok. Visszatértem, remélem, hogy a hangom is visszatért ezzel együtt, mert nem szeretnék ezzel szórakozni. Egy gyors Twitch-et megnézek, hogy van-e hangom. Tökéletes, én úgy hallottam, hogy van, de ha valaki nézi a streamet, akkor örülnék, ha ő is megírná, hogy van-e hangom, és hogy tökéletesen működik-e, mert akkor leszek nyugodt. Ha halljátok a hangom. Miközben már csak 2 perc van az indulásig. Ingadozik, de inkább halk. Köszönöm szépen, megpróbálok itt állítgatni, de szerintem én már nem tudom feljebb húzni. Nekem a mikrofonom hangereje már 100-on van. Szóval sajnos ezzel nem tudok mit kezdeni. És én sem tudom már feljebb venni. Nem tudom, hogy valaki max hangerő hallgatja-e esetleg telefonról, vagy gépről, vagy akármiről a streamet, mert ha esetleg nálatok halkabb, vagy hát nem annyira hangos a készülék, akkor ajánlom, hogy vegyétek föl, mert néha nálam az van, hogy mondjuk amúgy sem beszélek hangosan, de kiabálni meg nem akarok. De remélem, hogy így is élvezhető lesz. Már csak 1 perc a visszaszámlálás, amivel el is indult. Gyors itt másodpercre pontosan is tudom nézni. Még körülbelül 40 másodperc van vissza az indulásig. Most már csak 30. Szóval, egy 30 másodperc múlva megindulhat a mezőny, akár már most el is kezdhettek redizni, hisz szerintem az a 30 másodperc timer az hamar le fog telni. És a 21-5 ez így be lesz tartva. Viszont ahogy látom, a soft az eléggé megküzd ezzel a lobbival. Nekünk még nem szart be a lobby, remélem. 21-5 van, lehetne kezdeni amúgy redizni. És remélem, hogy nem szart be. Egyelőre nem úgy tűnik. Egyelőre mindenkinek tökéletesen indul, úgy ahogy. A timer nekem elindult. És remélem, hogy timer után is benne lesz mindenki. Hisz már csak 10 másodperc és elindulunk. És elkezdődik ez a 22 körös belgiumi verseny. Egy, lejárt a timer, és akkor ugye felvezetőkör nélkül nézzük, ki kapja el a rajtot. Remélem mindenki tud róla, hogy nincsen felvezetőkör. Ezt el is tüntetem gyorsan. Jónak tűnik a rajt, ott egy Alfa Tauri pörög meg eléggé szépen, de Zsolt eljön hibátlanul, és azt a mindenit, ott egy McLaren a falban. Úha, itt már voltak elképesztő történések, a Redei ugrott fel a második helyre rögtön, eléggé nagy torpedóval, majd a két Ferrari érkezik, majd Peti, Redeye, úgy tűnik, hogy Taki volt az, aki egyenesen elment a Lassource kanyar után.
Nézzük Redeye-t. Mellette van Peti, Peti elveszi a gázt, ott hárman csatáznak, miközben Peti bukja a pozíciót, már Pabbali érkezik a melmedi kanyarban. És akár a Brüsszelbe meg is előzheti. Egyelőre mellette van, már előtte Peti nagyon bukja a pozíciókat, már a harmadikat. És hát sőt a másodikat bukja két kanyaron belül, aztán a névtelen kanyar. És Fiki is érkezik óriási lendülettel, és akár a puhomba, akár meg is előzheti Petit, és meg is előzi Petit. Petinek nem jól jön ki ez a rajt, sőt, kívülről már Márk is elmenne. És Márk is elmegy. Fány kanyar van, már el is ment Márk. És most már csak Need van. Van a tizedik helyen, aki megelőzheti, ami még itt pontot ér, miközben Sárga Zászló egy pillanatra, de szerintem Taki volt az. A Need van támad, sőt Márk már támadja az előtte lévő Fikit. De Fiki talán gyorsabb. Nem úgy, mint a kanyarokban. Márk, nézzük, bedobja, bedobja. Fiki meg elengedi. Úgy tűnik, hogy nem akar vele harcolni, és látja, hogy egy picivel gyorsabb, mint ő. Inkább a saját versenyére koncentrál. Talán ebbe vagyok, ebbe a stratégiába, egy taktikába, miközben a stratégiát látjuk, aki médiumon indult, az 10-12 kör elteltével jöhet ki, nagyjából a futam felénél másik gumikeverékre, én még közben nem ezt akartam, hanem a gumikat. Ilyen gumikkal állunk föl, nagyjából a háromnegyede a mezőnynek a közepes gumikkal rajtolt, és miközben itt egy előzés, Peti az, aki előzné Fikit, Fiki viszont elengedi, mögötte viszont a csapattársa, Eri Lemming az, aki viszont sokat bukott rajtnál. Ja, jól tudom, akkor harmadikról indult Eri Lemming, és most a tizedik, szóval nem éppen úgy jött ki neki a rajta, hogy ő szerette volna. De itt közben nagy a csata, két Williams és a Red Bull között, és most már Need van is becsatlakozható állapotban van, Fiki nagyon szélesre megy, ezért elmegy Eri Lemming is, és Need van is, úgy tűnik, hogy elengedi ennyire őket, de lassan már vissza tud támadni, most a fánykanyarban vannak, Fiki egy nagyon picit szélesebbre ment, a kampusznál tartanak, nagyon egymáson vannak, hárman. Uha, az viszont óriási hiba Needvántól, majdnem a falba rakta, ott viszont figyelni kell, mert könnyen földobja a játék. És hát az a fal a játékosokat, valaki úgy ér vele, az fölrepíti a marsig is. Itt viszont érkezik óriási bevetődéssel Eri Lemming, és úgy tűnik Peti megvan neki. Petinek nem jól jön össze ez az újra, és hát aláfordulás. Közben ide az elejére is odafigyelünk, hisz Turbo Diesel van közel az előtte lévő Alfa Romeo-hoz, Redeihez, 2/10 belül volt abban a kanyarban. Miközben elképesztő volt, hogy mennyit beszélek. De ugye a DRS-t ettől a körtől lehet alkalmazni, és Redeinek nincsen Turbo Diesel, viszont elképesztő mód érkezik, én meg nem állítottam be ezeket, hogy megnézem, hogy ki mennyivel megy. Közben visszaálltam már a normális grafikára. Nézzük akkor tehát Turbo D, én viszont lehet, hogy lejjebb veszem a játékot, mert nekem egy picit hangos. Nem tudom, hogy nektek esetleg mennyire, de engem zavar. Egy picit lejjebb veszem. Szóval, tehát visszatértünk. Turbo D már picit kezd leszakadni. És azért Hojnokunk közel van Gidgathoz. Gidgad viszont nagyon sokat nyert a rajtnál, már a 12. négy helyet javított. Tehát ugye még verseny vége nincs. Még az van 19 kör vissza. Szóval bőven lesz itt változás. Hojnokunk viszont egy picit kívülre rakja azt az Alfa Taurit. Így van is 4/10 belül lassacskán, már 3/10 belül. Paul Frère kanyart már elhagyva, a Blanchimothoz érkezve nem tud gyorsulni annyit, sőt itt a Blanchimothba sem ennyit, itt még bukott is egy majdnem jó egy tizedet. A busz megállósikán, itt nem
nem nagyon lesz meg neki. Viszont nézzük Turbo Dieselt, aki az előtte lévő redei hibázott. Turbo Diesel nagyon közel van itt az Orushoz, Orushnál, majd a Radeon. Aztán a Kemmel egyenes, de már az egyenes elején kisek kellett menni az egyenesre, hogy megelőzze. De így bukik egy pozíciót. Közben pörög, gitgat ki is, esik. Gitgat így búcsúzik a versenytől, ahogy az időmérőtől is. Gitgat teljesen nullázik az Alpinnal. És egyedül már csak Pabbali maradt az Alpinban. Cigi is oda dobja. Kidobta oda, Koinok, Hun. Aki még egyszer megcsúszik. A Cigi el is ment mellette, ez most nem az albetűs csapatok versenye egyelőre. Hol vagyunk? Hát jelenleg nagyon... Csata nem nagyon lesz már. Talán Red Eye az, aki nagyon közel van az előtte lévő redeihez. Szóval ez nem nagyon az A-csapat, az albetűs csapatok versenye, hisz az Alpin kiesett. Az Alfa Taurival Koinokun pörgött. Az egyedüli Aston Martin az, aki próbál följebb jönni, itt van személyében. Közben Peti is pörgött. És már támadja őt Cigi. Cigi nagyon közel van most. Nézzük, hogy hogyan fog ebből. Előzés kisülni, bedobja Cigi, újra zárt Peti egy picit. Ott viszont kitereli annyira, hogy ne tudjon kívülről ráfordulni, így nem volt meg neki a hely. Red Eye viszont nagyon messze, szóval ebből itt nem lesz előzés, szóval visszatérünk Cigiékhez inkább, ők 3-10-en is belül voltak. És Ciginek lehet, hogy meg lesz itt az egyenesben. Picit azért el kellett venni a gázt, így kisebb előnyre tett szert, egy nagyjából egy másfél tizednyi előnyre. Peti, de hát ez egy elképesztően nagy legyorsulás, viszont összeérnek és Peti kiforog. És elmegy Koinokun is Peti mellett. Összeértek Cigivel, így Peti bukott, vagy pozíciót, még időt is. Hoppá! Koinokun a falban egyenesen. És így jön a safety car. Nem tudom, hogy mi történhetett, lehet, hogy kikapcsolt. Most vagy akkor nem tudom, hogy miről játszik Koinokun most, vagy kontroller, vagy kormány, de lehet, hogy kikapcsolt neki egyenesben. És nem, egyszerűen nem tudott kanyarodni és visszakapcsolni sem. 5 kör után jön a safety car, és nézzük, hogy ki fogja kihasználni ezt. Redei jön. Red Eye nem. Ahogy Pabbal is sem, és itt a mezőny többi tagja sem. Egyedül Redei volt az, aki bátor, és kijön Needvannal együtt. Az Aston Martinos is a boxban. Nézzük Cigit. Az egyedüli állva maradt Alfa Taurit most már. Ő is kijön. Peti viszont nem biztos, hogy ki fog jönni, hisz... De kijön! Peti kijön! Mert hogy sérült a szárnya amiatt. Így most Akiék is föl tudnak zárkozni a végén, Principóékkal. Összerántja megint a mezőnyt a safety car, vagyis hát először a safety car, de újra egybe lesz a mezőny. És most már remélem, hogy láthatunk egy tisztább rajtot. Ugye az az álló rajt az nem volt épp a legtisztább. Ott mindenki ment mindenhova, ott Taki is egyenesen bele a falba. Redei is úgy előzött, hogy ott mindenki mellébe jolóba. De nem tört senkinek semmije, eléggé jól jöttek ki abból a kisebb torpedóból.
lehet, hogy csak szimplán elfékezte Redei. Közben az állás az élen még mindig Zsolt vezet, majd érkezik Máté, és Turbo Diesel az első három. Két Ferrari és egy Mercedes, mintha IRL-t látnánk 2019-ből, de ez most 2022-es játék, 2023-ban, szóval nem nagyon egyezne meg a mostani jelennel ez a kép. És úgy, hogy a McLaren is, és az Alpine is itt van azért elég előkelő helyeken, ugye ez hát IRL-ben nem nagyon így van, főleg az Alpine helyzetében. De hát ez még 2022-es játék, a 2022-es autókkal, és 2022-ben még az Alpine egy nagyon jó autónak számított. Meg tudjuk nézni még egyszer a gumikeverékeket, de hát ugye mindenki, az első 8 azon van, ami rajtolt. Ők még nem nagyon változtattak, viszont mögöttük voltak kint boxba, sőt mindenki egyszer volt boxba, főraktak Redei és Needvan Hardot, Cigi Peti egy új médiumot, Taki pedig négy kör óta nyúzza azokat a közepeseket, Principo pedig kettő kör óta. Itt meg a ki mennyit nyert, Zsolt és Máté az, aki semmit, ők ott vannak, ahol rajtoltak, Turbo Diesel egyet, Redai kettőt, Babali hármat, Mark négyet nyert, Eli Lemming négyet bukott a rajtnál, Fiki hetet nyert a rajtnál, de ugye az első nyolc ugye még nem volt kint. Majd érkezik Redei, aki mellé elképesztő sebességgel érkezik meg Needvan. Szóval Redei négyet bukott a rajtnál, Needvan négyet jött fel a rajt után, Cigi Peti egyet jött fel a rajt után, majd Taki hatot bukott, Principo pedig hármat bukott, Kolnokon, aki kiesett, pedig szintúgy hatot bukott. Büntetésekkel meg így állunk, itt vannak már 8 szek, ugye egy 5 és egy 3 szek, így lehet meg ez a 8 másodperc, Takinál pedig meg csak egy 3 szek, ami gazdára talált. Cigi is kap egy 5 szeket, amiért összeértek Needvannál. Zsolt nézetében pedig azt leshetjük, hogy az Aston Martin Safety Car még mindig brutál szép. És viszont szerintem ebben a körben elengedi a Safety Car a mögötte autózó brigádot, szóval lassan elkezdhetnek felkészülni a pilóták, hogy ne hideg gumikkal induljanak a rajt, az újra rajtnál. Még a safety car nem írta ki, most írta ki, tehát a safety car kimegy ebben a körben. Tehát minden Zsolt vállára nehezedik rá majd, és hát persze, hogy nehezedik rá, nem biztos, hogy rosszul jön ki a rajtnál, lehet, hogy nagyon jól csinálja ezt az újraindítást, és lehet, hogy még a Blanchi módba elindítja. Így van, el is indítja, és a Turbo Diesel bealudt. Ugye még előzni nem előzhetnek. Felügyelek hátul, hogy ki az esetleg, aki előzni szeretne már most. Cigi a boxban. Jó, innentől már mehet az előzés, szóval azért picit nézhetünk ide előrébb is. Babali közel Redeihoz, és esetleg majd a Kemmel egyenesben kellemetlenséget is tudhat okozni majd annak a McLarennek. Persze, hogy hogyan jön ki majd ebből az orús kanyarból majd utána a Kemmel egyenesben. És nagyon gyors, sőt, annyira gyors, hogy ebben még előzés is lehet a lökomban áll.
Nem lesz előzés, de miért ez a nézet van, és összeérnek Pabbali pörög. És nem csak Pabbali, de rá is kipörgött. Márk nyert nagyon sok pozíciót ezzel. Két McLaren nagyon-nagyon sokat bukva, Taki is megpörög még egyszer. Ugye ők nagyon sokat bukva, 12. és a 13. helyen vannak. Hoppá, így van, egy kicsikét szélesebbre vette azt a kanyart. Zsolt viszont nagyon szépen elnyúlt a rajtnál, nagyon jól csinálta az újraindítás, turbodízelt is leszakította annyira, hogy tökéletes legyen neki ez az újra rajt. De a lehető legjobban történt neki ez az újraindítás. Viszont ugye még DRS-t ebben a körben nem, de már a következőben használhatnak, ugye ha most áthalad például Eri Lemming, akkor a következő körben, szóval a 10. körben, így van, a 10. körben már használhatják az állítható hátsó szárnyat a versenyzők. Eri Lemming viszont nagyon közel van Markhoz, esetleg egy támadás ebből kialakulhat a Radeon után. Nem tudja, hogy milyen gyors lesz esetleg a Kemel egyenesben, hogy mennyire tud majd meglógni, de úgy tűnik, hogy Mark nem, sőt annyira nem, hogy Eri Lemminggel is megy mellette, és már előtte is van. Sima kikerülés volt, DRS nélkül is lehet előzni, ezt már ketten be is mutatták. Közben Fiki és Peti vannak nagy csatában egymással. 8. és a 7. helyen autóznak a Williams és a Red Bull pilótája. Jól megcsinálják a névtelen kanyart. Principu egy kicsit le van maradva kettőjüktől. De ő jelenleg még benn van a top 10-ben, ahogy Need van is, de ő viszont már Red Eye támadhatja nem sokára. Fiki viszont nagyon közel. Zsolt tovább gyorsul, 1,3-ra van már, majdnem 1,4-re van tőle Máté a második helyen, szóval nagyjából 2,5 tizedet hozott, és hát növelt az előnyén Zsolt. Itt viszont Fiki akár füvön is előzne, hát ez itt nem jó előzési pont, no, talán majd most, közben a DRS lehet használni, és a nap is kisütött, hála Istennek, szóval eső egyelőre nem nagyon látszik, ami kifejezetten örömhír. Viszont Fiki nem tudott elmenni a busz megálló sikámban Peti mellett, de viszont esetleg majd DRS-sel próbálkozhat a Kemel egyenesben. És esetleg Márk is, már neki az RS-e az nagyon a békasegge alatt van, az a 10% az nem elég az előzéshez. Szóval visszaugrunk ide Fikiékre, Fiki pedig nagyon messze van, ebben nem lesz előzés. Itt viszont Pabbali és Need van, nagyon közel. Pabbali meg is előzi Need van, aki ezzel bukik sokat, hisz már Reda is elment mellette egy jó pár ideje. Most már lassan egy fél köre, hogy elment mellette Reda. És most előzte meg Pabbali is Need van. Tehát még a verseny 10. körében járunk. Hoppá, közben volt egy kis puszi a fallal. A fal köszönte szépen, lehet, hogy ez a szárny az nem sokáig. Megnézem, hogy még mennyi embernek kell kijönni. Pabbali, Red Eye és Fiki biztos, hogy ki fog jönni, és az első ötös, Mark, Eri Lemming, Turbo Diesel, Máté és Zsolt, még biztos, hogy egyszer fog kijönni, valószínűleg is így nem teljesíthetik a versenytávat, minimum egy kiállás kötelező kell, hogy legyen a versenyen. Hát elképesztő, hogy Zsolt milyen tempóval van, hisz miközben Mark már kijön, Fiki még nem.
Redá is kijön, és azzal a lendülettel Pabbali is követi őt, hárman így a boxban. Szóval azt akartam fejtegetni, hogy Zsolt elképesztő lendületben van. Hisz már 2,3 másodperccel vezet, egy másodpercet vert Máté, aki lehet, hogy hibázott. Sőt, ez nagyon leadni ebből a tempóból Máté. Hát ugye biztosra megy inkább. 2,12 másodperc körüli előny az, ami van, miközben Fiki és Principó egymásra találtak. Fiki egyelőre itt nem tud előzni a Brüsszelbe menet. Várnia kell tehát még azzal az előzéssel, Pabbali viszont DRS-sel jöhet. Egyelőre nem, nincs meg Redáj, de visszatérünk ide. Williams és Haas csata. 2021-ben IRL ez a reális csata volt, 2022-ben már viszont nem. A játékban ugye minden reális és minden jó. Fiki viszont nagyon közel itt. Most már 4 tizeden belül. És nagyon jól veszi ezt a kanyart, jobban mint Principo, és nagyon közel van. De nem próbálja meg, sőt nem is tudott már mellé gyorsulni, miközben Zsolt boxban, követi őt Máté, és követi a csapattársa is? Nem, Turbo Diesel nem követi, nem próbálják be a double stack-et. Az élmenőből, az első kettő viszont boxban. Zsoltnak sikerült jól a box. Közben Eril Lemming. Azért közel van, miközben így van töri össze, hol? Ja, csak sírtunk a Retire, azt hittem, hogy összetörte. De inkább csak föladta. Pedig én bíztam benne, nagyon jó kis versenye lehetett volna, akár még a pont is meg lett volna neki, azért aki nagyon messze van. Tehát nem írom közül a másik verseny való feladását, szóval így döntött, akkor el kell fogadni. Viszont Fiki nagyon, nagyon lassú, sőt már egy másodpercen belülre is került. Pabbali viszont körönként tud hozni valamennyit Redájon. Most azért tudott annyit közeledni, hogy 3 tizeden belül lehessen, de itt a Nelmedi kanyar nem nagyon jött össze neki, viszont a Brüsszel meg Redájnak nem jött össze. Nagyon névtelen kanyar. Az a Puhon felé azért egy fél másodpercet hozott. És hát nőtt, növelt az előnyén Redáj. Mondjuk Fiki. Ismét közelít Principóhoz, aki most már az ötödik és a hatodik helyen vannak, csatáznak. Ilyen Turbo Diesel és Eri Lemming is. Tovább megy ugye Redei, és kijön Fiki is. Viszont ugye Redei már volt boxban, ha tudom, így is van. Neki lesz szép előnye az élen. Zsolt elmegy. Nagyon-nagyon lemaradt Máté. Hisz nem ennyire volt, 3 másodperc az előnye Zsoltnak az ideiglenes első helyen, de mivel hogy annyira ideiglenes az első hely, hogy Principo kétszer, Peti és Redei egyszer-egyszer voltak a boxban, és Zsolt nagyon messze van, akár Redeitől, de ezt meg is nézhetjük, hogy az elsőtől Zsolt közel 10 másodpercre van lemaradva, és akár Redei meg is csinálhatja ezt az első helyet. Hoppá, miközben Eri Lemming és Mark az, aki csatázik, vagy azok, akik csatáznak, ugye Eri Lemming boxból kijövet, az nem tudom, hogy Mark boxból kijövete, arra nem pontosan emlékszem, nem jut most egyelőre úgy eszembe, hogy kihúrottak be a boxba, Eri Lemming viszont itt lecsúszik. Zsoltnak tehát nagyon meg kell nyomni ezt az utolsó egy jó 9 kört még,
egy bőven jó 9 kört még. 9 kör alatt azt a 10 másodpercet azt le kell hozni, akár körönként több mint egy másodperc gyorsabban, mint Redei. De hát Redei sem egy lassú pilóta, szóval nem biztos, hogy marad ez a végeredmény, vagy éppen, hogy változni fog-e. Márk viszont tesz arról, hogy változzon ez a végeredmény, és Turbo Dieselre nagyon közelít. Hát ez a safety car viszont tényleg nem jött jó Zsoltéknak. Petéknek, hogy annál inkább nekik nagyon jót tett az a safety car, és Redei már 5 másodperc előnybe autózik az élen. Érkezik Fiki, és még, sőt nem is Fiki, bocsánat, Eri Leming, és ő is egy másodpercen belül van, szóval ő is nyithatja majd a DRS-t. Nekem a legyenesben nézzük, hogy ez a majdnem, hogy 0%-nyi első autóval mit tud már, de semmit is meglóg. Turbo Diesel, Eri Leming viszont követi őt. És akár a következő körben, ha annyira közel lesz Eri Leming, akkor még meg is előzheti Markot. Ez neki jóval több eresze van, mint Marknak. A hetedik helyem. Ez a hármas jelenleg egy vonatot képez. Igaz, egy picit lemarad be egymástól, ami Belgiumban ez jó nagy hátrány. Ha nincs elég eresed a kocsiba, akkor bőven már egy utcahoszti előnyt is eredményezhet a Kemel egyenesben. De viszont itt a kanyargós részekben Mark nagyon fölhozza Turbo Dieselre magát, és Turbo Dieselnek úgy tűnik, hogy csak az egyenesre jó a setupja. A kanyarba viszont megeszi őt Mark. Tehát Mark meg a Kemel egyenesben nem tud mit kezdeni, hisz a Turbo Dieselék nagyon gyorsak. És ennyiből viszont jó, hogy az egyenesben is setup. Hát, hogy melyik setup a kifizetődő, azt én nem tudom megmondani, miközben már ki a leggyorsabb, például amit elvesz Eddie Lemming, egy 47-53-mal a Williams a leggyorsabb kör. És viszont itt jön az, hogy Turbo Dieselnek a legjobb az egyenesben a setupja a három közül. És itt már nem lesz annyira Mark, és már jön mögötte Eri Leming, és amit mondtam, hogy a következő körben meg lehet akár Eri Lemingnek Mark, és bemegy, és megvan neki Mark. Megelőzi tehát az Alfa Romeo most a Williams, és ezzel jön egy pozíciót föl Eri Leming, és ugorhat Turbo Dieselnek nyakába. Zsolt pedig így Principo kiállásával, mint ahogy jó sokan ugrottak egy pozíciót. Eri Leming még nagyon lerázta magáról, és hát kezdi nagyon lerázni magáról Markot, és ha Mark nem tud közelebb kerülni, akkor ugrott a DRS, és ott már olyan hátrányt fog összeszedni, hogy ott, ha nem marad DRS-en belül, hogy nem lesz annyira közel. Mert ugye Marknak van büntetése, ami csak egy 3 másodperc, szóval nem annyira vészes. Szóval még így Redáj előtt tudna végezni. Az, hogy ez a hetedik hely mennyire jó Marknak, azt én nem tudom eldönteni. Ezt ő tudja. Peti boxban. És már csak Redei maradt kint. Ugye pedig a gumik. 10 körös hard Redeinél. És már az előny kevesebb, mint 8 másodperc, és maradt még 6 kör vissza ebből a versenyből. Nem behozhatatlan, de most már körönként másfél másodpercet kéne hozni Zsoltnak Redein, ami jelenleg lehetetlennek tűnik. De mondom még egyszer, nem lehetetlen ezt a hátrányt behozni, de nagyon gyorsnak kell lenni itt, miközben azt látjuk, hogy Eri Leming nagyon gyors, és megelőzné Turbo Dieselt. De megvan neki,
Negyedik kanyarban már előrébb van, mint Turbo Diesel. És a pozíció is Williams-esé. Itt viszont azt látjuk, hogy Principo gyorsít föl Peti mellé. Össze is érnek egy pillanatra. Principoja így a pozíció. Peti viszont nem tud annyira gyors rágyorsulni, szárnya nem törött, szóval nem az a probléma. Gyorsabb Principo ennyivel, sőt már egy másodpercen kívül is lehet az egyenesre Peti. A Turbo Diesel már majdnem másfél másodpercre lemaradt Eddie Lemmingtől. Már viszont érkezik mögötte, nagyon kevés RS-sel. Turbo Dieselnek még közel 50% van. Miközben gyors kapunk egy kamera, egy helikopteres kamerát, aminek általában nagyon szoktam örülni, de hát elrontja a játék, hisz csak eddig kapjuk meg. Közben Eddie Lemmingé az újabb leggyorsabb kör, amit már Principo vesz át megint. És hát először 47-3, ha jól láttam. Már viszont nagyon lemaradt már egy másodpercen kívül a DRS, viszont még megkapta. Ez nagyon messze lesz. Principo viszont annyira gyors, hogy még akár Red Eye-t is megeheti egy hamar. Viszont a büntetés miatt Red Eye lesz előrébb, ha nem tud olyan annyit kiautózni. Bár ha most elmegy mellette, akkor ezt a 3 másodpercet hamar ki tudná autózni szerintem. Principóban van annyi, hogy megelőzze Red Eye-t és még ki is tudjon autózni talán 3 másodpercet. Bár ha Red Eye kap egy 3 másodperces büntetést és Principó megelőzi, akkor viszont Red Eye lesz bajba, hisz akkor ő lesz a 8. Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy Red Eye-nak nem lesz büntetése, nem is tudom, hogy neki mennyi van, miközben Principo pörög meg. A puhomban egy pillanatra rátette arra a rázókőre, amire rá lehet tenni az autót. Nem lesz baj, de ha rosszul rakod rá, akkor egyből kidobja a seggét az autó, és nem tudsz már mit csinálni. Ott már utas vagy az autóban. Akár a következő baloldali rázókőre is, ha rámész, ott tényleg csak utas vagy. És így Principo buk eléggé sok pozíciót. Ugye ott volt Red Eye mögött, így bukott 3-at, így a 11. És közel volt ahhoz, hogy megszorongassa Red Eye-t. Így most Red Eye egy kis lélegzetvételnyi előnyt élvez Petivel szemben, az a másfél másodperc az elég neki. Miközben senki más nincsen ment egy másodpercen belül, szóval nézzük egy kicsit Red Eye-t, ha már itt vagyunk. Nagyon kevésszer volt kamerán, ugye az első körben volt, ahogy ott előzték, meg előzte a többit. De hát aki kevésszer volt kamerán, az inkább Máté és Zsolt. Az első két helyen el voltak egymással, ott az első körökben, utána pedig egyre nőtt Zsoltnak az előnye, ami megint 4,1-4,2, szóval még mindig nő, és Zsolt azért eléggé gyorsan próbálna közelíteni Red Eye felé, de nem megy, azért ez a 6,4, közben Principo pörög meg megint, de most a melmedi kanyarban. Na szóval ez a 6, most már 2, ami hátránya van Zsoltnak Red Eye-vel szemben, ez így már behozhatatlan, hogyha nem történik valami, de lekopogom, hogy történjen bármi is. Ugye safety car már nem jöhet, hisz nagyon kevés kör, bár még jöhet. Ugye a 20. körig, 19-ig még jöhet a safety car, a 20-tól fölfele már nem nagyon szokott jönni, ott maximum csak virtuális fázis szokott érvénybe lenni. Márk viszont megint becsalogatta magát egy másodpercen belőle. Amivel megint kapott DRS, csak most az első egyenesben, az első DRS zónában.
De viszont itt lesz bajba, hisz itt nagyon jó volt a kigyorsítás a turbo dieselnek, akinek még mindig elképesztően sok erre van márkkal szemben. Ebből előzés nem lesz. Peti viszont pillanatra egy másodpercen belőle kerül, de nem nyithatta a DRS-t végül. Közeledik Redájra eléggé szépen. Egész négy, már egy másodperccel gyorsabb Zsolt körönként. Ja, meg tudjuk majd nézni a köröket. Itt 48-2-t jött Redei a 18. körben, Zsolt a 18. körben 47-6-ot. Szóval az a 6 tized körönként az soknak tűnik, soknak hangzik, de nem nagyon csökken a távolság most egyelőre. Közben még egy kiesőnk van, Principo adta fel a boxba. Nézzük, hogy a 19. kör, úgy sincs addig csata, hogy a 19. körben 48-0 volt a Redei köre, 47-4 pedig Zsolté. 48-0, 47-4. Igen, az a 6 tized az most körönként jó, miközben Márk van közel. Peti újra leszakadt Redeitől, vagy Redájtól, bocsánat. Turbo Diesel próbálja törni azt a szélárnyékot, ami mennyi 1,1-ről nem nagyon működik. Eddie Lemming viszont nagyon közel került. Máté az, akit ki is dob a játék. Utolsó két körbe. Máté megvan azon az akkunton. Itt van Máté, megvan. Gyors küldő neki egy invet. De hát már késő, hisz Eddie Lemming már elment mellette. Ismerős ez, amikor elég jó helyen vagy, és kidob a játék, ez történt például velem is médium futamon. Eléggé jó helyről dobott ki a játék, és ketten, akár még talán hárman is megelőztek. De mindegy, én visszainveltem Mátét, és remélhetőleg nem fog bukni annyit, hogy vissza tudjon esetleg támadni arra a harmadik helyre. Viszont Márk nagyon közel van Turbo Dieselhez, nagyon leadta ezt a tempót erre a körre Turbo Diesel. Nem tudom, mi történt. Ez már csak 3,7-3,8 másodperc Redei előnye, ami talán ami meg is marad futam végéig. Viszont Márk közel van Turbo Dieselhez. És a fele elsőjét már elhasználta, amit például az előző vagy az előtti körben is elhasznált. A két kör alatt használta el 20%-ot Turbo Diesel. Nézzük, hogy nyomja itt az RS-t, bőven nyomja, sőt. 14% Márknak pedig már nulla. De hát nagyon rossz a kanyarokban Turbo Diesel, és óriási előnye van a kanyarokban Márknak. És látszólag szenved Turbo Diesel. Itt lehet, hogy még lesz egy előzés. Mert nagyon sokat nem fog számítani, hisz Márknak az a három szeke az vissza fogja dobni őt. De azért mégiscsak tud adni egy kis önbizalmat, ha a pályán tudod megelőzni, és az a büntetés, az egy büntetés. Na nézzük, hogy Márknak meg lesz ez a pozíció. De lassan már az utolsó körhöz érkezünk. Zsolt 2,3 tized.
egy másod, és hát egy kör alatt 2,3-at nagyon nehéz ledolgozni erőből. Nézzük, már nagyon közel. Ennyire közel még talán nem volt turbo dízelhez, ha jól tudom. Nézzük Márkot. Turbo dízelnek lassan annyi erre se lesz, mint Márknak. Á, ez nem lesz meg neki. Nézzük itt Cigifiki párost. Ők hogy boldogulnak majd itt az egyenesben. Dupla annyi erre van Ciginek, mint Fikinek. Mind a ketten büntetéssel rendelkeznek. Ciginek 3, Fikinek 9. De az egyenesben nagyon gyors, 342-t is megy az Alfa Tauri. Leugrunk Redeire és Zsoltra. Még talán Pabbali tudhat előzni a pályán. Ők most kezdték meg csak a 22. utolsó kört. Pabbali nagyon gyors volt, kihasználhatja ezt a tempót. Miközben fordulnak rá a célegyenesre, Redei megnyeri a hardfutam belgiumi nagydíját, őt követi Zsolt, majd Eri Lemming, aki úgy került a harmadik helyre, hogy Mátét kidobva az aiját meg tudta előzni. Máté így a negyedik, majd érkezik Turbo Diesel, és Márk is az ötödik és a hatodik helyen, majd jön Redáj, hetedikre jön, majd Peti, miközben itt csata van még. Itt azért egymás mellett voltak a pilóták. És végül Cigi! Egymás mellett értek be? Nem tudom. De mintha célegyenes előtt megelőzte volna Cigi Fikit, és így a büntetéssel is előrébb került. Taki az, aki szélesebbre veszi. De így Pabbali az, aki akár az egyenes, de a Blanchimot végére még talán előzni is tud. Tényleg itt mennyi van büntetés, mert nem jegyeztem meg. 9 másodperc, 14 másodperc. Érkezik Pabbali, elmegy Taki mellett. De nem, Pabbali inkább hagyja Takit. Vagy most mi lesz? Páros fölvonulás? Egymás mellett szeretnének beérni? Végül így egymás mellett értek be az Alpine és a McLaren. Véget ért tehát a hardfutam Belgiumban. Redei nyerte, de a második Zsolt és a harmadik Eri Lemming lett. Napversenyzője pedig Peti a játék alapján. Ugye a játék által generált, hát mondhatni, hogy generált. Gratulálok gyors a srácoknak. Itt van a végeredmény közben. Redei nyerte tehát a nagydíjat. Zsolt lett a második leggyorsabb körrel, majd Eri Lemming a harmadik, Máté negyedik, Turbo Diesel ötödik, Márk hatodik, Redáj hetedik, Peti nyolc, Cigi kilenc, Fiki pedig a tizedik helyen ért be. Majd érkezik Pabbali, Taki, Principo, Nidván, Koinokun és Gidgad. Ez a teljes
mezőny sorrendje. Én meg viszont akkor szeretném megköszönni nektek a figyelmet, egy nagyon jó belgiumi nagydíjat láthattunk. Találkozunk vasárnap majd, médium futammal, soft futam pedig tart, szóval innen irány azt nézni, akinek van még energiája. Én viszont tényleg szeretném megköszönni nektek a figyelmet, találkozunk vasárnap, meg majd a jövő héten. Sziasztok!